tudom, mindig feladatközpontú ember voltam. Abból lecsipek egy kicsit, amit úgy nevezünk, hogy szórakozás, vagy kikapcsolódás, vagy hobbi, nekem hobbim nincsen. Én jól beosztom az időmet, amikor mi fontos, azt részesítem előnyben. Nézd, nekem 20-22 kötetem van, lényegében véve elég nagy életmű. Én azt a sürgetést és azt a kényszert nem érzem magamban, hogy akkor is írnom kell, amikor éppen nem arra van készítésem. Az előadás témája a jelen Magyarország, a napjaink világa volt, amelyről Jókai Annának nem feltétlenül pozitív, de nem reményvesztett a véleménye. A világ mai állásáról az a véleményem, amit minden józan éppesző ember érez, hogy nagyon rossz irányba halad a világ. Ez nekem meggyőződésem. Nem azt jelenti, hogy mindenki, hanem az emberiségnek egy része a könnyebbik ellenállás irányába ment el. Egy nagyon-nagyon fontos, de balsors által sújtott réteg pedig iszonyatos nyomorúságok között él. Szóval ezt látnunk kell. Nekem az én hazámról, én úgy szoktam fogalmazni az én édes hazámról, mert én nagyon szeretem ezt az országot, akkor is, hogyha nem vagyok elégedett azzal, ami körülöttem történik, hogy bizony ez az én édes hazám is azért jobban össze kell, hogy kapja magát a jövőben, és itt elsősorban a fiatalokra számítani, mert nem a világból kimenő generáció fogja végül is megváltoztatni a dolgokat, hanem talán a fiatalok, akik egyszerre tudnak józanok lenni, ugyanakkor van egy olyan természetes indulatok, hogy a hazugságot nem tűrik el. Én úgy látom, hogy sok a hazugság körülöttünk, sok a demagógia körülöttünk, és azt gondolom, hogy a kiáltó, kiabáló szociális igazságtalanságok sincsenek megoldva, és ezt nem lehet demagógiával megoldani. Félek, hogy az úgynevezett erkölcsi értékek annyira relativizálódnak, hogy az emberek egy része elhiszi, hogy az a való világ, amit ebben a gyalázatos televízióban időnként lát. Tehát igenis van egy ilyen erkölcsi anyagi kockázata annak, amiben most élünk, de én a reményt soha nem adom fel, hiszen az Ima Magyarországért című immár emblematikussá vált versem is erről szól, hogy remélnünk kell abban, hogy a dolgok mozdíthatók és a dolgok változtathatók, soha nem gyűlölettel, soha nem agresszióval, de mindenképpen meggyőződéssel és méltósággal. Egy riportban azt mondta önmagáról, hogy szellemi konzervkészítő kisiparos. Mi lenne az a legfőbb tartalom, legfőbb üzenet, amit konzerválni szeretne és közvetíteni a következő nemzedékeknek? Hát sok minden, de talán ebben a legfontosabb az, hogy ne higgyék el, hogy az emberi életnek nincs önmagán túlmutató értelme és tartalma. Vagyis magyarán mondva, ebben a nagyon materiába taposott világban én azt szeretném nagy elődeimnek a nyomán mondani, és erről meggyőzni az embereket, hogy van egy szellemi létezés. Az életünk az nem akkor ér véget, amikor a halál pillanatában lehunjuk a szemünket. Igen, a szellem, mint egzisztencia tovább él. Van olyan a világ fölött, hogy istenség, és van olyan a világban, hogy jóság és szeretet, és egymásra való figyelés. És ez bizony eléggé veszélyeztetett ma. Ezt szeretném egy jól leforrasztott konzervben, bizonyos egyéni zamatokkal ízesítve továbbadni azoknak, akik majd utána jönnek. Jókai Anna eddig megjelent 22 kötete ugyanezt a mérható gondolatvilágot, életszemléletet sugározza. Ám ahhoz, hogy ezt mi is lássuk, néha le kell lassítani kicsit és odafigyelni a dolgokra, egymásra.